címünk www.hálozattv.hu. Friss hírekkel legközelebb is a szokott időpontokban várjuk Önöket. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Ez az olaszok velencei hadosztálya, az ott a ferrarai hadosztály. És most, ha jobbra tekint, akkor a mieinket láthatja. Jól mutatnak fent! 1943 Európa. Üzenet Moszkvának. Richard Burton. Végrehajtó bizottság, Komintern. Ljuba Tadić. Nem hittem volna, hogy ennyi vér van az emberi testben. Az ötödik támadás. Nem ösd el a fiát. Ma este. Nekünk indulnunk kell. A hálózaton. Ha szükséged van rám, mindig megtalálsz. Rendben. Mondja meg, hogy Rurki nyomozó kereste. Itt vagyok egy hullával a nyakamon, de szó szerint küldjetek orvos szakértőt, igen, amilyen gyorsan csak lehet. Hogy találta meg a házat? Menjenek innen. Talán a saját asztalához kéne ülnie. Nincs sok kedvem hozzá. Nem szeretem a macskát. Még sohasem jártam a világőrben. Mi az ördögöt művel maga itt? Mit jelentsen az a visszaszámlálás? Ó, azt nem mondhatom. 3, 2, 1. Indulhat. Rabold el az űrhajót. A hálózat műsorán. Nem mondanám azt, hogy egy hajszáló függ az éve. Április 2004-ekor mutatták be a polgári pihenőpark animációs terveit. Két év elteltével a tervezett épületek zöme már áll. A Boronaház, a Kunhalom, a Kemence, a római torony az eredeti építési technikák felhasználásával elkészült, így az autópályán közlekedők már messziről láthatják, polgár közelében különleges park várja a betérőket. A múltat idéző pihenő ötlete az autópálya építést megelőző régészeti feltárások után született meg. Számtalan értékes lelet került ugyanis elő, így jött létre a 6 hektáros ökoturisztikai park, amely egyedülálló Magyarországon, így vonzó lehet az erre utazóknak és a turistáknak is. Már az is nagy dolog elérni marketing tevékenységgel, hogy itt megálljonak az autósok. Tehát olyan látványt kell produkálni, ami persze messziről látható, hisz látják azt, hogy régi épületek, paticsfalak, a különböző paraszti építészetnek az egyes stációit bemutató kis kézműves műhelyek jöttek létre, aztán a Kunhalom vagy a Csőrszárok, ezek mind a régmúltat idézik, és olyan érdekes látványosság, ami vonzza a tekintetet. Konyhai eszközök, függőleges szövőszék, szigonyok, a különleges régészeti leletek kiállítása az épületek mellett időutazásra invitálja a polgári pihenőpark vendégeit. Ez azt jelenti, hogy mintegy 10 000 éves körutat tehetnek itt a látogatók. Időkapun áthaladva, úgymond egy időúton közelíthető meg, mintegy 10 000 évet megyünk vissza az időbe, és a különböző régészeti feltárások során különböző korszakokból előkerült leletek másolatán, keresztül úgymond stációkon, a korokon lépdelve megyünk mélyebbre és mélyebbre az időbe, és a Kunhalmon belül található leletek, a neolit, a bronzkor és rézkori elemek didaktikus bemutatásával próbáljuk szemléltetni ezt a történeti kiállításunkat. Erre épül fel a római kori sránc, a kilátó
őrtorony, illetve ahogy szépen haladunk vissza az időbe, majd elérünk napjainkig, és már ott egy felső tiszamenti parasztportáig, ahol tulajdonképpen a ott élő emberek mindennapjait mutatnánk be. A pihenőpark a régészeti leletek mellett bemutatja az észak-alföldi régió tájaira jellemző különlegességeket is, de a látnivalókon túl más érdekességeket is tartogat az ökoturisztikai park. Kulturális programok, idegenforgalmi események helyszínéről is nagyon jól bevált eszközök kerültek kialakításra. Vízi színpad, a park kialakítása olyan, hogy nagy területen nagyobb rendezvényeket, nagy befogadó képességű rendezvényeket is tudunk tartani. Népzenei találkozókat, alkotótáborokat, oktatótermeink vannak, egyrészt konferenciák tartására is alkalmasak, illetve több kis csoportos foglalkozások rendezésére is alkalmasak vagyunk. Foglalkoztató házak keretében részegységenként különböző típusú kézműves foglalkozásokra is nyitott a park. Ezen belül fesztiválokra, alkotótáborokra is úgy néz ki, hogy meg tudunk felelni. A polgári pihenőpark mintegy 3 milliárd forintba került. Részben Európai Uniós támogatásból, részben pedig saját forrásból valósította meg a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat. Európai Uniós támogatásból az az 1 milliárd forint, amit a ropos pályázaton nyert a megyei önkormányzat, illetve még a megyesi kormány idején az első lépést 2004-ben az autópálya RT újabb 900 millió forintja adta meg, és hát még van egy harmadik ütem, amit viszont magánbefektetővel szeretnénk megoldani, hisz egy látványosságnál mindenképp fontos az, hogy a vendéglátásnak a feltételeit biztosítsuk, építeni kellene egy hagyományőrző éttermet, és azt gondolom, hogy ott akkor a gasztronómia is megjelenhet, mint vendégcsalogató, és hát a híresen magyar konyha, azt gondolom, egy újabb lehetőség arra, hogy minél több embert vonzon ide. Az építkezés tehát még nem fejeződött be a polgári pihenőparkban, de a tulajdonos megyei önkormányzat azt ígéri, rövid időn belül valamennyi látnivalójával, programokkal várja az autózókat és a turistákat az ország egyedülálló ökoturisztikai pihenőparkja. Sziasztok, infománok! Ismét van 25 percünk, amit együtt tölthetünk el a multimédia világában, úgyhogy vágjunk is bele! Szokásos jogi rovatunkkal ismét jelentkezünk, amiben ma dr. Ormos Zoltán a szerzői jog és az internet összefüggéseit ismerteti meg velünk. Emellett a világhálón történő barangolási szokásainkról is megtudhattok néhány érdekes új információt, két riportunk is szól arról, hogy ezt kik és hogyan vizsgálják. És ha a saját felületen szeretnétek egyszerűen és gyorsan megjelenni a hálón, ehhez ad ötleteket Kis Ádám, aki egy olyan multifunkciós weboldalt mutat be nektek, ahol az infomán léthez elengedhetetlen szolgáltatások ingyenesen hozzáférhetők. Jó néhány idétlenséggel is megismerkedhettek még a mai nap folyamán, de erről bővebben az adás során. Kezdhetünk? Lássuk tehát, mi a helyzet, ha valamilyen művet szeretnénk felhasználni az interneten, ami nem a saját kútfőnkből pattant ki. A szerzőjogi törvény a szabad felhasználás esetei között tárgyalja ezt a kérdéskört, és ott talán a leginkább erre az ügyre ráhúzható szakasza a törvénynek az az, amikor kimondja, hogy a televíziós műsorszolgáltatásban díszletként szabadon felhasználhatóak képzőművészeti, fotoművészeti alkotások, és itt még ilyenkor a szerző nevét sem kell feltüntetni, itt fontos a díszlet funkció maga. Még esetleg alkalmazni lehet az idézés szabályait, tehát az is szintén, mint második lehetőség
közönség szóba jöhet, hogyha egy mű részletét idézik a adott műsorban, lehet az akár kereskedelmi műsor is, vagy közszolgálat is. Itt fontos, hogy viszont csak a mű részletét szabad idézni, ez leginkább mondjuk egy irodalmi műnek egy pár sorának beolvasására lehet így elképzelni, viszont itt már kötelező a szerző nevének feltüntetés. És van egy harmadik lehetőség, itt viszont nagyon szűk a kör, talán a híradó műsort lehetne erre mondani, és azt mondja a törvény, hogy a napi tájékoztatás, aktuális eseményekről történő napi tájékoztatás érdekében lehet felhasználni egyes műveket. Itt is fontos azonban, hogy a szerző nevét mindenképpen fel kell tüntetni. Tehát az a tanulság ennek, hogy a legliberálisabb a törvény ebben az kérdéskörben televíziós műsorokkal, akkor, hogyha díszletként használják fel ezeket a műveket. A díszlet fogalmát ugye a törvény nem határozza meg, a kommentárban sem található erre utalás. Itt mindenképpen a média szakmának egy általános felfogását kell rögzíteni, tehát amikor háttérként jelenik meg, amikor rövid, nagyon-nagyon rövid ideig jelenik meg, mondjuk egy adott felkonferáló szöveg alatt jelenik meg egy nagyon rövid időre, tehát ez az, amit úgy díszletnek nevezni, semmiképpen nem, tehát negatív oldalról semmiképpen nem lehetne díszletnek nevezni, egy 40 perces műsor mondjuk egy művet körbejárva 600 részletét alulról felül egy szobrot vagy egy képet mutogat, arról szól az elemzés, ehhez már kell azért a mű jogtulajdonosának az engedélye. Nem tudom, jártatok-e már kutya vagy például díszmadár kiárításon. Ezeken a helyeken a pedigrés jószágoknak sokszor már a neve is zavarba ejtő, nem beszélve sokszor több évtizedre visszavezethető felmenőjükig, akik a belterjes tenyésztés elkerülése miatt gyakran nem is magyar származásúak. De elgondolkoztatok már azon, hogyan lehet kapcsolatot teremteni egy külföldi állattal? Mert ugye még emberrel sem könnyű. És a gyere ide parancs még esetleg megy angolul, de a többi, ne is más nyelveken. Erre is megoldást kínál az internet. Találtunk egy weboldalt, csak itt, csak most és csak nektek, ahol klasszul összeszedték nekünk 17 nyelven, köztük magyarul is a legfontosabb tudnivalókat. Lássuk csak, hogyan hangzik a kutya nyelv, azaz a vau-vau mondjuk görögül. Gav, gav! És látjátok, hogy több nyelven is különbözőképpen beszélnek a kis és nagyobb testű kutyák. Őrület! És ha egy lovat szeretnénk megszólítani a finszkjetpéken, na ebbe még a nyelvem is beletörik. Ptrú! Vagy inkább fő. De ha már előbb emlegettem a gyere ide felszólítást, akkor nézzük meg azt is. Törökül kifejezetten jópofán hangzik, és szépen ki is ejthető. Kucu, kucu! Na, de azért érdemes lesz odafigyelni, nehogy egy magyar malac is a közelben legyen, mert esetleg ő is odadöcök hozzánk erre a mondatra, és akkor csodálkozhatunk csak igazán. Nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy kik és hogyan igyekeznek a számotokra legmegfelelőbbé tenni a világhálót? Azaz, milyen programokkal tudják vizsgálni, kik egy-egy oldal látogatói, és ők mire is kíváncsiak a leginkább az adott felület nyújtotta információkból. Most egy ilyet mutat be nektek, Ács Tamás. Az online marketing kommunikáció egyre fontosabb szerepet játszik a vállalatok mindennapjaiban, és ennek nagyon fontos eszköze a weboldal. Közvetlenül is elérhetőek a felhasználók ezáltal. És éppen ezért nagyon fontos, hogy minden jobban optimalizáljuk azt. Erre dolgoztunk ki egy szolgáltatást, és ennek szeretném bemutatni most az interfészét, a felhasználói felületét. Ez a felhasználói felület gyakorlatilag real-time adatokat szolgáltat, ami azt jelenti, hogy folyamatosan frissül adatokat. Nagyon fontos, hogy jelszóval védett, tehát mindenki csak a saját adataihoz férhet hozzá. Ezen kívül ez egy online felhasználói felület, tehát gyakorlatilag az év összes napján elérhető. Ami újdonság ebben a szolgáltatásban, hogy mindenki saját maga építheti föl a weboldalának a struktúráját. Tehát minél jobban tudjuk ugye elemezni a weboldalunkat, minél kisebb részletekben, annál hatékonyabban tudjuk optimalizálni az online marketing kommunikációnkat. Tudjuk ezáltal vizsgálni azt, hogy mekkora az érdeklődés a weboldalunk iránt, mekkora az érdeklődés irántunk. Ezt nem csak a teljes website-ra, hanem aloldalakra, rovatokra